Amit látunk, ez egy 4,8 mm munkaszélességű Güttler standard henger. Ez a Güttler cég szabadalmaztató találmánya. Erre a henger sorra épül gyakorlatilag a cég termék kínálatának egy része, kivéve az újabb fejlesztésű kultivátorokat, amikről már korábban volt szó. Amit itt láthatunk, egy Güttler henger sor, amely későbbiekben vevői, gazdálkodói kérésre ki lett egészítve egy simító előtéttel. Ezzel az előtéttel szántás elmunkálásra, magánkészítésre tudjuk használni ezt a berendezést. A Güttler hengerről, illetve a működési elvéről beszéljünk részletesebben, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Amint látjuk, ezt a hengersort különböző csillagokból, csillagelemekből épül fel. Kétféle átmérőjű csillagelem van itt. Az egyik 40 cm átmérőjű, a nagyobbak pedig 50 cm átmérőjűje. Miért fontos ez? Előfordul azért, hogy nedvesebb körülmények között kell dolgoznunk, vagy hengerezési munkákat végeznünk. Ilyenkor előfordul az, hogy a hagyományos hengerek beragadnak. Ezt el kell belegni, ennek a hengernek van egy nagyon jó tisztító képessége. Hogyan is néz ez ki? A két különböző átmérőjű csillag, amit nagyon jól láthatnak itt maguk előtt, képzeljék el, ahogy gurul a talajon ez a henger, a különböző átmérő csillagok különböző szögsebességgel forognak, illetve a nagyobb csillagoknak még van egy elmozdulási lehetőségük a kisebb csillagokhoz képest, ezáltal egymástól le fogják lökni a földet, ezáltal nem fog a henger beragadni, úgy, hogy egy egész sima henger legyen belőle. Még egy érdekesség, amit meg szoktak kérdezni a gazdálkodók, hogy itt a henger szélén miért van ez a lemez betéve ide. Gyakorlatilag látjuk, hogy a henger úgy épül fel, hogy 45 és 50 centis csillagok váltják egymást, de technológiai okokból itt két 50 centis csillag van egymás mellett, és nyilván amikor ezek a kisebb-nagyobb csillagok tudják egymást tisztítani, itt amikor egymás mellett van két csillag, itt nem olyan hatékony ez a tisztítás. Éppen ezért kell kiegészíteni egy ilyen szükséges, rossz tisztító eszközzel, egyébként ennek csak nedves körülmények között van szerepe. Mire szokták használni leginkább ezt a henger? Gyakorlatban bevett dolog az, hogy Güttler hengert akár tárcsák mögé kapcsolják, ezáltal azonnal le lehet zárni a tárcsázott területeken a talaj felszínt, hogy a nedvesség kipárolgását megőrizzük. Mire használható még a henger? Magánkészítő hengernek is nevezzük, mert optimális esetben a hengerezés után rögtön lehet vetni. A henger másik lényeges tulajdonsága, hogy nem a talaj felszínén tömörít, hanem mélyebb rétegben, kb. 3-4 cm-es mély rétegben kialakít egy tömör magágy felszín, és ezen a tömör magágy felszínen úgynevezett ilyen nedvesség, pára, lecsapódási zóna alakul ki. Képzeljük el, hogy amikor vetünk és a vetőgép erre a tömör magágy alapra helyezi a vetőmagot, ott a magnak rendelkezésére fog állni a nedvesség, illetve a víz, hogy minél előbb csigázásnak induljon. Éppen ezért megfigyelhető, hogy a vetés előtt egy ilyen hengerrel lehengerezzük a táblát, utána a vetés követően a kellés egyöntetű és robbanásszerű lesz. Ez a vetés előtti felhasználási lehetőség. Mire használható még a henger? Nyilván, hogyha problémás a magánkészítés, és szükségesen, de nagyon rossz talajállapotok között el kell, hogy esünk, elvetjük a vetőmagot, sok felmaradt a tetején, nagy rögök vannak, természetesen vetés után is le lehet hengerezni a talaj. Ilyenkor ugye a röptörő funkcióra hívnám fel a figyelmet, a robosztus durva felületi kiképzésnek köszönhetően nagyon jól fogja törni a rögöt, és ezáltal a maguk olyan állapotban fognak kerülni, hogy a csigázás, illetve a kellés ugyanolyan jó körülmények között meg fog indulni. Még egy nagyon fontos felhasználási lehetőség a hengernek, ez pedig a tavaszi bokrosító hengerezés. Ugye ezt őszi vetési kalászosoknál szoktuk használni. A célja az, hogy a télen, mikor erős fagyok vannak, a talaj legfelső felszíne felfagy, ilyenkor a növények gyökere eltávolodik, vagy megszakad, vagy eltávolodik az alatta lévő nedves talajrétegektől. Könnyen belátható, hogyha nem végezzük el ezt a hengerezést, ezeket a gyökereket nem nyomjuk vissza a talajba, akkor tavasszal ezek az úgynevezett bőti szelek ki fogják szárítani az állományt, illetve nagyon a terület nagy részén az elvetett őszi búza ki fog fagyni. Ezt elkerülendő, érdemes lehengerezni a területet.
A másik jelentősége ennek a vaporosító hengerezésnek, hogy a henger egy bizonyos mértékben megtöri, megszaggatja a növényeknek a levelét, szárát. Azt kell tudni a növényekről, hogy növénybiológiailag ilyen különböző növényi hormonok ilyenkor elkezdenek dolgozni, felszaporodnak, amelyek erősebb bokrosodásra fogja serkenteni a növény, ezáltal több levelet fog hozni ez a búza, illetve akár másik alátermő dorsot is növelhet, ezáltal termés növekedést tudunk elérni. Technológiailag, amit még szoktam javasolni, hogy tavasszal a fejtrágyát mindenféleképp a hengerezés előtt szórjuk ki, mert a henger a földeti kiképzésének köszönhetően be fogja dolgozni a műtrágyát a talajba, ezáltal a hasznosulása is sokkal jobb lesz. Mindezeket a figyelembe veszük, összesen egy 10-15%-os termés növekedést is akár el tudunk érni ezzel a megoldással, hogyha lehengerezzük, illetve a műtrágyát bedolgozzuk az őszi vetési kalászosokba tavasszal. Még egy dolog, amit szoktak kérdezni a gazdálkodók, hogy meddig lehet ezt a műveletet végezni. Hát körülbelül azt szoktam mondani, hogy egy ilyen 10-12 cm-es magasságig lehet ezt a hengerezést biztonsággal elvégezni. Nyilván, amikor már úgymond hasban van a halász a búzánál, akkor már káros a hatásra, akkor már nem javasoljuk a hengerezést.